Jó napot kívánok, Horváth Attila vagyok, a Kiskunhalasi Pittypank Tehetség és Közösségfejlesztő Egyesület elektronikai szakkör csoportjának a vezetője. Szeretném itt röviden pár percben bemutatni a szakkörünk munkáját. A gyerekek itt minden héten szerdán délután 3-től 5 óráig szakköri foglalkozás keretén belül megismerhetik az elektronika, illetve a rádió technikával kapcsolatos fogalmak alapkérdéseit, alapelemeit, valamint, valamint itt az elméleti foglalkozáson belül a kapcsolási rajzok megismerésével és a kapcsolási rajzokon keresztül gyakorlati munkával. Ami azt jelenti, hogy a forrasztástól kezdve az alkatrészek megméréséig, az alkatrészek beméréséig, és valamint komplett kis készülékeknek a megépítését. Igen, tranzisztort is veheted ki. Igen, mert a következő munkákhoz a szükség lesz arra. Jó. Na most ennek a szakkörnek tulajdonképpen több jelentősége is van, ami hát elsősorban jelenleg a gyerekek szórakozását biztosítja, valamint emellett a gyerekek tanulását is. Most még a gyerekek játszva és játékos módon tanulják meg az elektronikai alapfogalmakat, kérdéseket, a szereléssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, de később a kis csoporton belül egy-egy ügyes gyerek kikerül, és pár év múlva hivatásául választja ezt a szakmát, ami úgy érzem, hogy jelenleg a világban óriási módon fejlődik az elektronikai ipar, az elektronikai szakma, tehát mindig szükség lesz olyan szakemberekre, olyan műszerészekre, akik később komoly feladatot meg tudnak oldani, és ezt a feladatot, illetve ennek a szakmának a megszeretését, megszerzését, megismerését itt helyben, ebbe a kis szakkörbe itt tanulják meg, itt kóstolják meg, és végül pár év múlva, hát remélem, hogy a gyerekek közül minél többen kerülnek ki komoly szaktudás után az életbe. Bizonyításául szeretnék itt bemutatni egy kis készüléket, amit a gyerekek az idei szakkör év legutolsó munkájaként készítettek el. Talán, ha visszamegyek az év legelejére, egy 6 LED diódából és egy integrált áramkörből álló kis karácsonyfa díszt készítettünk. Ezzel indult az idei szakköri munkánk. Később a gyerekek a szakmai tudásuk gyarapítása után hát komolyabb készülékekbe fogtak, ami a digitális dobókocka, egy ilyen kis érdekes áramkör, ami a gyerekek társasjátékot játszhatnak a működése, illetve az elkészülés után. Egy digitális dobókockát készítettünk, és a legutolsó munkánk ez a kis rádió, ami rendkívül egyszerű, egy egyszerúza elemmel működő 2 tranzisztorból álló kis készülék, amit a gyerekek igen gyorsan és igen pontosan, igen jó minőségben készítettek el. Itt szeretném bemutatni, végül is nincs neki nagy hangerej, de az alkatrészek számát tekintve és az áramkör bonyolultságát tekintve tulajdonképpen nem is szabad tőle hatalmas hangerőt várni. Itt megpróbálok csöndben maradni egy pár másodpercig, és a mikrofonhoz oda tartani a fülhallgatót, és ha sikerül, és hogyha működik a készülék, a Kossuth Rádió hangját fogjuk hallani. Egészen biztos, Kecskemét, a híres város ismét bizonyítja hírességét, vagyis azt, hogy kitűnő házigazdája lesz. Igen, ez így szól. Na most én valamikor is így kezdtem ilyen szakkörbe, és nagyon jól tudom, hogy ez a kis egyszerű készülék ilyen primitív fölépítés ellenére sokkal jobban a gyerek szívéhez nől, mint azok a készülékek, amit drága pénzért a boltokban megvesznek, a csúcsszuper hifi technikát beleértve, meg minden egyéb dolgot, és a gyerekek ebben szívesebben hallgatnak bármilyen műsort a rádióban. Igen. Hát sajnos a szakköré véget ért, de a következő évtől
tanévtől újból indul ez a szakkör, és a haladókkal, akik már az idei évben is ide jártak, az a természetesen azokkal szakmailag tovább lépünk, és komolyabb készülékekbe fogunk bele a kezdőkkel, akiket nagyon nagy szeretettel várunk az iskola megkezdésekor, azokkal szintén így az alapoktól elindulva, szépen fokozatosan lépcsőnként haladva próbáljuk elsajátítani majd az elektronikai tudást, a szakmát és az elektronikát megszerettetni velük. Hát remélem, hogy jövőre minél több gyerek jelentkezik. Igen, a szépen ott. Úgy. Nézzétek csak meg. Itt ezt az ellenállást még ki lehet forrasztani. Igen. Azt még ki lehet forrasztani. Úgy. Jó. Igen. Nos, még egy dolgot az iskolában gyakorlati órán. Én azt hiszem, hogy ez a szakkör egy kis előnyt is nyújt a gyerekeknek, hiszen a hetedikben tanult fizikából, az elektromosság témakörből, hát ezek a gyerekek már jóval többet tudnak, mint azok az osztálytársai, akik hát gyakorlatilag csak az iskola padban megszerzett ennek a tudással rendelkeznek. Igen. Ezt még forrasszátok itt ki. Jó. Most ha ezt kiforrasztottátok, akkor egyenként az ellenállás értékeit szépen mérjétek meg a műszerrel, ellenőrizzétek le, hogy az alkatrész működőképes-e. Jó. Csak ide.